magyarok kezdenek újra rákapni a személyi hitelekre, Európa készül a gázcsapok elzárására. Kérdés, hogy mire lesz elég a tartalékunk? Újabb bankok mennek ma neki az államnak, de az iPhone 6 valószínűleg ma mindent letarol. Szeptember 9-e van. Ez a Privátbankár élő híradója, Gáspár András vagyok, és már mondom is a részleteket. Júliusig közel 66 milliárd forint értékű új személyi hitelt helyeztek ki a bankok. A háztartások egyre bátrabban mernek belevágni a kölcsönügyletbe egy-egy nagyobb kiadás finanszírozására, mert jobban tudnak tervezni a bevételekkel, írja a Világgazdaság. A lap szerint a korábban felvett állomány csökkenése ugyanakkor még mindig nagyobb, mint az új kihelyezések összege. A jegybanki statisztikák szerint egyébként a személyi hitelezés mélypontja 2012-ben volt, akkor egész évben 47 milliárdot ért csak el az összes kihelyezés, míg a csúcspontnak 2008 tekinthető, akkor több mint 102 milliárd forint értékű volt a hitelkihelyezés. Európa készült Putyin bosszújára. A napi gazdaság szerint csak nem teljesen tele vannak az európai gáztárolók. A tárolókapacitással rendelkező 15 európai ország közül csupán 3-ban, Bulgáriában, Lettországban és Magyarországon nem éri el a töltöttségi szint a 80%-ot. Magyarországon a létesítmények csak nem 56%-ig vannak feltöltve, ami 3,4 milliárd köbméter fűtőanyagot jelent. Az európai országok közül Magyarország rendelkezik a negyedik legnagyobb gáztároló kapacitással, csupán a német, az olasz és a francia létesítményekben fér el több gáz. Kérdés, hogy ez mire lesz elég? Egy orosz gázbojkott esetén ugyanis a tartalékok és az egyéb források csak egy ideig pótolhatják az orosz gázt Európában. A napi.hu ír arról, ha az orosz gázszállításokat 3 hónapra felfüggesztenék, akkor a legtöbb európai állam ki tudná bekkelni a telet. 6 hónapos bojkott esetén Franciaország és Olaszország kivételével minden országban ellátási hiány alakulna ki, 9 hónapos moratóriumot pedig egész Európa megszenvedne, 46 milliárd köbméteres hiány alakulhatna ki. Budapesten egyébként ma jobban indult a kereskedés, mint a nyugat-európai tőzsdéken, ahol a börzék kis veszteséggel kezdték a napot. Elemzők azt mondták, hogy a kereskedés kezdetén elsősorban a bányaipari és az energiaipari cégek részvényei gyengülhetnek a dollár drágulása miatt. Makroadatokat itthon és külföldön csak a hét második felében közölnek. Az Oroszország elleni EU szankciók bevezetésének elhalasztása miatt viszont emelkedik az orosz piac. Ezt az OTP részvényesek pozitívan értékelhetik. Jelenleg a budapesti értéktős, de éppen tegnapi záróértékén állt, tehát éppen stagnált, ezzel nagyjából beleillik a nyugat-európai tőzsdék sorába is, hiszen Németországban ugyanúgy pontosan 0%-os változást láttunk a frankfurti DAX indexben ebben a pillanatban. A vezető részvények közül az OTP ugyan valóban pluszban kezdte a napot, most arra azonban kissé elgyengült, 2%-ot veszített tegnapi záróértékéből, hasonló mértékben esett a MOL is. Erősödik viszont a Richter 0,3%-ot, míg a Magyar Telekom igaz szinte zéró forgalomban, de éppen a tegnapi záróárán jár most is. Ma egyébként újabb bankok tesznek kísérletet az állam legyőzésére. Az MKB, a KNTH, a Takarékbank, és nem bank, hanem pénzügyi vállalkozás, az Impulse Leasing Hungária devizahiteles keresetét tárgyalja ma a fővárosi törvényszék. A bankok ügyeiben ma már ítélethirdetés is várható. Eddig 12 perben hozott ítéletet a törvényszék, 9 felperesi keresetet elutasítottak, a CETELEM és az UCB ingatlanhitel ZRT keresetének pedig részben helyt adtak. Az Eger és környéke takarék szövetkezet peres eljárását felfüggesztették, a pert tárgyaló bíró pedig az Alkotmánybírósághoz fordult. Az Equinor reggeli jelentése szerint a mai nap azonban egyértelműen az Apple napjának ígérkezik. Az iPhone 6-ért van, aki már 22 napja áll sorba, de a média esemény mellett fontosak lesznek a beígért technológiai fejlesztések is. A Sapphire Glass, ami minden eddiginél törhetetlenebb képernyőt ad, a Near Field Communication, vagyis NFC, amely lehetővé teszi az érintés nélküli fizetést, és egy forradalmian új kamera is kerülhetett az iPhone 6-ban, amit tehát ma fognak bemutatni. Híradónk előtt néhány perccel nagyon gyengült a forint, vagyis inkább egy ugrásnak, rántásnak nevezhetnénk. Az euró jegyzése ugyanis 313.50-ről hirtelen 316 forint közelébe ugrott. A többi feltörekvő deviza árfolyamában is látszik ez az ugrás, így nem hazai hírek állnak a háttérben. Vélhetőleg egy nagyobb piaci szereplő pozícióváltásának lehettünk szemtanúi. Ezt az is igazolhatja, hogy tovább nem gyengült a forint. 3.1575-nél jár most az euró jegyzése, tehát a híradó előtti percekben elért szinten maradt az árfolyam.
1 dollárért 245,48-at kell adni, a svájci frank jegyzése közelíti a 262 forintot a bankközi devizapiacon. Az euró dollár árfolyama 1,2863-nál jár ebben a pillanatban. Élő hírekkel pedig folyamatosan várjuk Önöket, ahogy friss árfolyamokkal is a privatbankár.hu oldalain. Híradóval pedig legközelebb délután 1 órakor jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra! Szeretné megismerni a pénzvilág működésének alapjait? Első kézből akar értesülni a legfontosabb változásokról? Tudni szeretné, mi történik a gazdasági és pénzügyi események hátterében? Utána jártunk. A privatbankár.hu oldalai megjelenő cikkek közül egy csokorba gyűjtöttük azokat az exkluzív anyagokat, amelyek elsőként vagy kizárólag nálunk olvashatók. Mi ugyanis utána jártunk. Háttérinformációk a gazdasági és pénzügyi hírekről, tőzsdei és devizapiaci elemzések, összeállítások, ismeretterjesztő cikksorozatok üzleti alapismeretekről, állampapírokról, befektetési alapokról és az élelmiszerárak alakulásáról. Tudják, privátbankár, pénzügyek, okosan.